Változtatás egyik fajtája a bekanyarodás. Ismerkedjünk meg szabályaival. Bekanyarodás előtt be kell sorolnunk a megfelelő forgalmi sávba. Útburkolati jellel több forgalmi sávra osztott úttesten erre a besorolás rendjét jelző tábla is figyelmeztet. Ilyenkor még kellő idő és távolság áll rendelkezésre a besoroláshoz. Ha sávot kell változtatnunk, akkor azt az első nyílnál okvetlenül meg kell kezdenünk. A sávokat elválasztó záróvonal miatt később már nem szabad átsorolnunk. Most csak a nyillal jelzett irányba folytathatjuk utunkat, még akkor is, ha eredetileg nem ez volt az elképzelt útirány. Az olyan úton, ahol a besorolás rendjét útburkolati jellel nem szabályozzák, és legalább két jármű biztonságosan elfér egymás mellett, ott a balra bekanyarodni akaró az úttest felező vonala mellé, a jobbra bekanyarodni szándékozó pedig az úttest jobb szélére köteles besorolni. A bekanyarodás biztonsága érdekében az azonos irányba haladók csak egymás után egy sorban indulhatnak. Három jármű esetén jobbra csak az úttest szélén lévő, balra csak a felező vonalnál lévő kanyarodhat. A középső jármű pedig csak egyenesen haladhat. Az egyenesen haladó járműveknek nincs besorolási kötelezettsége, ezért az úttest széléről és a felező vonaltól is mehetnek tovább egyenesen. Azért, hogy ne akadályozzuk a többi jármű forgalmát, a villamos sínekre is besorolhatunk, ha a villamos olyan távol van, hogy a kanyarodást még biztonságosan be tudjuk fejezni. Így a mögöttünk egyenesen haladókat el tudjuk engedni. Ha úgy látjuk, hogy ezt a manővert a villamos zavarása nélkül nem tudjuk végrehajtani, akkor a vágány mellé soroljunk be még akkor is, ha ezzel feltartjuk a mögöttünk lévő forgalmat. Ha azonban a bekanyarodó járművek számára az előjelző nyilak a villamospályát is kijelölik a besorolás helyének, a villamosforgalom a besorolással akadályozható. Ha nincs rá lehetőségünk, nem kell a kanyarodást feltétlenül befejeznünk addig, amíg a villamos odaér. Osztott pályás vagy egyirányú forgalmú úton balra kanyarodás előtt az úttest bal szélére kell besorolnunk. Jobbra kis évben úgy kell bekanyarodni, hogy a képzeletbeli vagy megjelölt felező vonal átlépése nélkül jussunk el a másik úttest menetirány szerinti jobb oldalára. Ha itt több forgalmi sáv van, a legkülső forgalmi sávra célszerű ráhajtanunk. Ha olyan útra kanyarodunk, amelyiken a jobb szélső autóbusz forgalmi sáv, akkor a mellette lévő sávra kell érkeznünk. A buszsávra csak akkor kanyarodhatunk, ha a következő közeli útkereszteződésnél elhagyjuk az útszakaszt. Nagy méretű jármű képtelen az eddig megismert szabályok szerint bekanyarodni. Ez a járműszerelvény az úttest szélére való besorolás helyett kénytelen a felező vonalhoz húzódni. Ezt a tapasztalatlan vezető könnyen félreértheti, arra gondolva, hogy a nyerges balra fog bekanyarodni. Éppen ezért a tehergépkocsi vezetőjének
csak fokozott óvatossággal, a többi jármű veszélyeztetése nélkül szabad végrehajtani a bekanyarodást. Bekanyarodó járművünkkel a gyalogosoknak elsőbséget kell adnunk, ha azon az úttesten haladnak át, amelyre mi is kanyarodunk. Ugyancsak elsőbséget kell adni az úttest szélén elhelyezett vágányokon közlekedő villamosnak. Ezen kívül az úttest szélén kiépített kerékpárúton vagy kerékpársávon haladó járműveknek. A balra kanyarodó járműveknek ezen felül elsőbséget kell adni az úttest közepén haladó villamosoknak is, valamint a szemből érkező, egyenes irányban tovább haladó és jobbra kanyarodó járműveknek. Párhuzamos közlekedésre nem alkalmas úttesten, mielőtt a balra bekanyarodást megkezdenénk, győződjünk meg arról is, hogy nem akarják-e balról megelőzni gépkocsinkat. Ez persze csak szabálysértés árán fordulhat elő, mégsem bízhatunk fenntartás nélkül a másik szabálytiszteletében. Lám indokolt az óvatosság, így elkerültük a balesetet. Balra nagy évben úgy kell szabályosan bekanyarodni, hogy a keresztezés középpontja bal oldalunk felé essék, és utána a másik úttestnek a menetirány szerinti jobb oldalára jusson. Ha azon az úttesten, amelyre bekanyarodunk, több forgalmi sáv van, személygépkocsinkkal a legbelső forgalmi sávra érkezzünk. Más járműveknek a jobbra tartási kötelezettségüknek megfelelő külső sávba kell besorolni. Széles, útburkolati jellel több forgalmi sávra osztott úttestre szemből egyszerre is megengedett a két ellentétes ívű kanyarodás. A két szembejövő jármű kölcsönösen balra kíván bekanyarodni, egymás mellett elhaladva a kereszteződés középpontjában kell megkerülniük egymást. Útburkolati jellel előírhatják az úgynevezett érintőleges kanyarvételt is. Ilyenkor a járművek egymás mellett jobbról elhaladva kanyarodnak balra. Ha külön útburkolati jelek nem teszik lehetővé az érintőleges kanyarodást, akkor ez csak kölcsönös megegyezéssel és kellő figyelemmel hajtható végre. Vigyázzunk, mert a partner takarhatja a mögötte egyenesen haladó járművet. Ennek elsőbséget kell adnunk. Útkereszteződésen kívüli bekanyarodásra a már ismertetett szabályok az irányadó. Bár a kanyarodó főútvonal vonalvezetését követő jármű nem tekinthető irányváltoztatónak, mégis a főútvonal úttestjén áthaladó gyalogosoknak elsőbséget kell adni. Elsőbséget kell adnunk a főútvonalon tovább haladó járműveknek is, ha a főútvonalról le akarunk térni. A főútvonalat elhagyó járművel szintén elsőbséget kell adni a főútvonalba betorkoló utakon áthaladó gyalogosoknak. A bekanyarodás megbontja a közlekedés folyamatát, ezért csak körültekintő alkalmazkodás